Szerusztok, gyerkőcém! Ebben a mai videóban Fluffy falozni fogok. És nagyon szeretem ezt a játékot, mivel ez régebben is megvolt, és ezért most szeretnék nektek egy gameplay videót csinálni erről. Vannak olyan emberek, akik már egyébként régóta követik a csatornámat, és nekik most fel szeretném olvasni a nevüket. Tehát ezek a személyek: Matchcraft, Dunnycraft, Felix Mihályevic, Ice Cream Cat, Pofa 130, 21 Flaves és Hacker Hacker. Nekik nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Mondjuk vannak olyanok, akik csak ismerőseim és barátaim, de nem biztos, hogy fel vannak iratkozva a csatornára, és nem biztos, hogy követik az én csatornámat. Mindjárt meg fogjátok látni, miről fog szólni ez a játék. Ez nagyon cuki muki játék. Imádom. Tehát látjátok ti is, hogy mi van itt az orrotok előtt. Egy ilyen nagyon cuki kék szörpamacs. Imádom ezt az ízét, olyan cuki. Na akkor induljunk is el. Az a lényeg, ugye van ez a cuki Fluffy szörpamacska. És ezzel így repülni kell, és át kell menni egy ilyen lyukakon. Látjátok, itt van az előző. De úgy, hogy ne menjünk neki. Tehát ennyire még neki mehetünk, de ne menjünk neki annyira, hogy meghalljon szegény kis Fluffy. Vannak ilyen lézeres részek, meg ilyen fűrészes, meg ilyen jeges, meg mit tudom én, de például erről beszéltem, ez a lézeres. És annyira nem szeretem, mivel szerencsétlen Fluffy mindig meghal tőle. Tehát, jaj, látjátok, mindig ez van. Egyébként írjátok meg, hogy szeretnétek-e még esetleg Fluffy falból második részt, vagy hogy szeretnétek-e még gameplayt valami más játékból, és ha szeretnétek, írjátok le kommentben. És aki írt kommentet, annak ugyanúgy felolvasom a nevét, mint azoknak a személyeknek, akiknek az imént felolvastam a nevüket. És ha szeretnétek, akkor még room tour videót is csinálok a kedvetekért. Nagyon szeretem én ezt a játékot, mivel olyan cuki-muki, és igazából ennyi. Ez a kedvencem, amikor neki megyek, opa, már nem úgy megyek neki, hogy meghalok, hanem csak egy kicsit így neki ütközök valaminek, akkor így becsukja a szemét, tehát valahogy így. Nem tudom, hogy láttátok-e. Opa, már megint. Ez az áras szórakozásnak az a baj. Ez mindig olyan vicces. Megunhatatlan, egyszerűen nagyon aranyos. Esetleg, hogyha elfelejtettem valamit mondani a videóban, akkor azt leírom leírásba. Érdemes megnézni a leírás, mivel valamikor nem, igen, ez a fülítes rész, valamikor nem hülyeséget írok bele, hanem valami fontos infót, és azt érdemes megnézni. Tehát például nem ezt értem fontos infónak, hogy XD, vagy LOL, vagy hogy halacska, vagy valami ilyesmi hülyeség, hanem tényleg fontos infó. Tehát most le fogom írni ennek a videó felvevőnek a nevét, meg ugye miután felvettem a videót, még meg szoktam szerkeszteni, még egy külön szerkesztővel is, és azt is leírom a leírásba. Hoppá, szerencsétlen Fluffy, ha megint meghalt. Meg még ezt ugye ezt a Fluffy falt is le fogom írni, hogyha esetleg valaki nem figyelt, és nem tudja a nevét az apnak. Azért leírom, nem baj. Tehát igazából azt hiszem, hogy csak ennyit szerettem volna mondani. Ne haragudjatok, hogyha valamik videópontban egy kicsit csöndben leszek. Az azért van, mert egyszerűen nem tudok nagyon koncentrálni, meg játszani is. Kicsit nehéz így egyszerre mindent csinálni. De úgy próbálok boldogulni vele, hogy ügyes legyek. És tényleg írjátok le kommentbe, hogyha esetleg szeretnétek valamilyen gameplayt még ezen kívül, vagy hogy legyen a Fluffy falnak második része. Opa. Tehát igen. Tulajdonképpen így csak ezt szerettem volna mondani. Még játszunk egy-két, vagy talán három menetet. És ugye most pörgetek egyet. Remélem, Fluffy. Oké, kaptam 30 G-t. Ez van odaírva. Ó, tehát most kaphatok egy új Fluffyt. Ennek az a lényeg, hogy van egy ilyen kásagé vagy valami, és ki kell tölteni egy pohárba. Rá kell kattintani, és abból kapsz egy új Fluffyt. Tehát erről beszéltem, imádom ezt a szivárványos színt. Lehúzom. Rákattintok. És akkor egy leopárd Fluffy! Kaptam egy leopárd Fluffy. Na, ez a világ legjobb Fluffya. Ha nézek még egy videót, még egy kását tölthetek, és lesz még egy Fluffy. Eddig vannak elég jó Fluffyaim, vannak, szeretném nektek mutatni. Lego City. Ez olyan vicces. Egyébként, amikor voltunk a barátnőmmel infóra, tudjátok, van ez a Lego készlet, és az van, hogy így kb. Akkora nagyságnak felel meg az a Lego pénz, mint kb. A való világban egy fél tégla. És akkor így az volt, hogy volt egy bankrabló, aki egyenlős volt, és így elejtette a pénzeket, és akkor így, ó, ez az. És akkor elkezdtem viccelődni, hogy, jaj, de cuki, egy ilyen karamell Fluffy. Akkor megyek ezt egy menetet. Tehát elkezdtem viccelődni, hogy hogyha egy olyan pénz leesik, akkor tudja, hogy valakinek betörik a feje tőle, hogyha akkora méretű pénz, tehát ez egy fél tégla pénz is. Így kb. Ezen röhögtünk fél órán keresztül, hogy fél tégla pénz. Tehát nagyon vicces volt. Jót szórakoztam rajta. És szerintem ennyi is volt, amit szerettem volna mondani. Hogyha ezt a menetet lejátszottam és meghaltam már Fluffyval, akkor szerintem be is fejezem a videót, vagy még talán egy menet jöhet. Még nem tudom. És oppá, na jó, még egy utolsó menet, de aztán tényleg vége lesz majd a videónak, mert én sem érek rá örökké. Olyan cuki, még a másik Fluffyt ki sem próbáltuk, de mindegy, azt majd a következő részben, hogyha megszavazzátok, hogy legyen, ugye a kommentbe kell szavazni, hogy legyen a következő rész, vagy ne legyen. Tehát azt a másik Fluffyt, amit nyitottunk, azt majd azt a leopárdot, azt majd a másik részbe fogjuk kipróbálni. Hogyha esetleg lesz második rész. Jaj, ne, fűrész, jeges pálya, ajaj. Imádom ezt a Fluffy falt, ugye Ice Cream Catnek megvan, akit felolvastam. És múltkor az ő telóján is tudtam vele játszani, mivel ő az egyik osztálytársam, az Ice Cream Cat, csak ugye mindenkinek van egy bizonyos videós neve, és ezért úgy szólítom föl, mert nyilván most nem akarok személyi jogsértést, ezért ugye a videós neveket mondok. De ez a videó ennyi is lett volna, ha tetszett, akkor tudjátok, mit kell tennetek, az önpromót azt inkább kihagyom a végére, úgyhogy sziasztok!